Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jala Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. 2200 fő határvadász szolgálatba állítására van szükség. A média világával ismerkedtek a gyerekek. A nem megfelelően karbantartott autók megbuknak a kötelező műszakikon. Szakmaszerzés érettségi után. Magyarország déli határszakaszának védelmére toboroz határvadászokat az Országos Rendőrfőkapitányság. 2200 fő szolgálatára lenne szükség az illegális migráció visszaszorításához. A felvételi már elindult. A jelentkezőknek fizikai, pszichikai és egészségi vizsgálatokon kell megfelelniük. Toborzó videóval keresi új kollégáit az Országos Rendőrfőkapitányság. A szerződéses határvadászok a készenléti rendőrség szervezeti egységéhez fognak tartozni, 5 megyében összesen 23 századot hoznak létre. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben 1-1 alakul, Csongrád-Csanád megyében 6, Bács-Kiskun megyében pedig 14. Július 15-től megkezdődött a rendőrségen a szerződéses határvadászok toborzása, amihez a megyei rendőrfőkapitányságok, toborzótisztjei, illetve a városi kapitányságokon megbízott kollégák is csatlakoztak. Őket személyesen a kapitányságokon, illetve a kapitányságok vezetékes telefonszámain lehet megkeresni. Ezen kívül folyamatosan megújuló tartalmakkal jelentkezünk a Tolna megyei rendőrfőkapitányság Facebook oldalán, a Legyél te is rendőr Facebook oldalon, a polisz.hu-n, illetve a különböző megyei fórumokon is napi szinten frissülnek ezek a tartalmaink. Amit tudni kell a szerződéses határvadász képzéssel kapcsolatban, mindazon személyek jelentkezését várjuk, akik magyar állampolgárok, betöltött 18. és be nem töltött 55. életév között vannak, cselekvőképesek, büntetlen előéletűek, illetve vállalják a felvételhez szükséges fizikai, pszichikai, illetve egészségi vizsgálatok meglétét. A jelentkezés természetesen erkölcsi bizonyítványhoz kötött. Bővebb felvilágosítás minden kapitányságon kérhető. A internetes fórumokon is ezek a jelentkezéshez szükséges iratcsomagok elérhetőek, személyes tájékoztatást pedig a toborzó tiszteink tudnak adni telefonon, vagy akár személyesen. A bérezésről, amit tudni kell, hogy a képzés időtartam alatt is már jár az alapilletmény, ami jelenleg 300 ezer forint bruttóban. A szolgálatba lépéstől indulóan pedig ehhez különböző pótlékok csatlakoznak. Van a szolgálati pótlék, ami 570 forint óránként, aztán az idegen nyelvtudási pótlék, a készenléti pótlék, az éjszakai pótlék. Összességében a teljesített órák számától függően akár 399 ezer forint bruttó is lehet a havi jövedelem. Ehhez csatlakozik még a kafetéria, ami éves szinten 200 ezer forintot jelent pluszban. A képzés maga 4 hétig tart, összesen 160 óra időkeretben, 40 perces órákkal 180 tanórát jelent, ezekből 10% az, amit igazoltan lehet távol tölteni, a többi részt kell venni ahhoz, hogy a vizsga megkezdhető legyen. A szolgálat teljesítés helye az a külső schengeni határ 5 megyében, tehát úgy, mint Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád megye, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lehetséges. A pályázó a beadvány előtt ezt meg kell jelölni, hogy melyik területen vállal munkát. A határvadászok a készenléti rendőrség szervezetéhez fognak tartozni, akiknek a legfőbb feladata az illegális migráció visszaszorítása lesz. A felvételi eljárás során maga az orvosi vizsgálat, illetve a fizikai felmérés az megyénként a főkapitányságok rendezésében kerül lebonyolításra, és a többi ezzel kapcsolatos eljárás az pedig a készenléti rendőrségen fog történni. A szerződéses határvadászok egy meghatározott szerződést írnak alá, tehát 3 évre szól a megbízatásuk, ezt egy alkalommal újra 3 évvel tudjuk meghosszabbítani.
kifejezetten ezeken a határszakaszokon fognak járőri feladatokat ellátni, tehát az államhatár illegális átlépését megakadályozni, illetve ha már beléptek illegális migránsok, akkor az ő visszatartásuk, illetve az ideiglenes határzáron a kiléptetésük az országból. Továbbtanulási lehetőség is van, ugye a felvételnél most nem alapfeltétel az érettségi, tehát a felvételi követelmények a magyar állampolgárság, a cselekvőképesség, a büntetlen előélet és az alapfokú iskolai végzettség, tehát a 8 általános iskolának az igazolt megléte. Azonban, hogyha a szolgálat első 3 vagy akár a következő 3 éve alatt valaki az érettségi vizsgát is megszerzi, akkor a hivatásos állományba felvételt nyerhet. Első körben 2200 ember felvételét célozták meg, a későbbiekben ezt 4000 főre kívánja a rendőrség feltölteni. Ezzel együtt új rendfokozatok kerülnek bevezetésre. Az első évben őrvezető, a másodikban tizedes, a harmadik év végére pedig szakaszvezető is lehet, aki határvadásznak áll. A médiával és annak eszközeivel, illetve különböző szakmákkal ismerkedtek a gyerekek a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett táborban. A program célja az volt, hogy a 10 és 14 év közötti diákok minél több ismeretet szerezzenek egy-egy hivatásról. Ebben televíziónk munkatársai és a segítségükre voltak. Az egyes foglalkozásokkal és a média világával ismerkedhettek meg azok a gyerekek, akik részt vettek a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara táborában. Finta Luca Lilla azt mondja, egyáltalán nem ismeretlen terep számára a videókészítés, de van még mit tanulnia. Szeretnék megtanulni, először is videót szerkeszteni, vágni és videót készíteni, meg hogy például hogy kell tartani a kamerát, meg ilyenek, mert szeretnék, vagy hát már van YouTube csatornám, csak majd szeretném, hogyha ezt még fejleszteném. Engem egy videós inspirált erre, és meg hogy így igazából majdnem az egész YouTube, hogy így szeretnék így videózni, és akkor hogy ez jó munkának tűnik, és igazából, hogy belekezdtem, hogy az is, és így, és akkor megszerettem. Leginkább játékokról van, hogy játszok velük, illetve van, hogy ilyen történeteket csinálok egy adott játékban. Nyugodtan ott fog rá, fog meg, nyugodtan, semmi baj nem lesz a Totónak. A hét során a gyerekek ellátogattak például egy üzletbe, de egy kutyakozmetikus mindennapjaiba is betekintést nyertek. Megismerkeztünk egy csomó foglalkozással, akkor volt, ugye tanultunk itt médiázni, meg jöttek hozzánk is, például voltunk kutyakozmetikánál. Milyen volt? Hát jó volt, csak... meg igazából megfürdettük a kutyát, meg segítettünk megszárítani, meg frizurát is csináltunk neki, és nekem nagyon tetszett. A tábor utolsó napján pedig különböző előadásokon vehettek részt a fiatalok. Szó volt e-sportról, filmkészítésről, videóvágásról. Szeretem én is ezt az irányzatot, az informatikát, meg ezeket a médiás dolgokat. Ilyen kis vágásokat, ilyen kis videókat szoktam néha csinálni. Ezt a kettőt már ismeritek? Esetleg ismertek valami másfajta hangrögzítést is? Természetesen a televíziózás sem maradt ki a sorból. Ennek bemutatására stábunk munkatársait kérték fel a szervezők. A Tolnatej TV-nek pedig elemi érdeke megjelenni mindenhol, így köszönjük szépen Gábornak, hogy meghívott minket, hogy előadást tartatunk. Liptek Péter kollégámmal jöttünk el az eseményre. Én általában a szerkesztői feladatokról, a szerkesztőség felépítéséről beszélek. Péter pedig elmondja a műszaki részt, illetve nagy előnye, hogy dolgozott színházban és filmekben is, és nagyon érdekes és különleges dolgokat tud a gyerekeknek, illetve az érdeklődőknek elmondani erről. A Tolnatej TV-nek egyébként érdeke, hogy részt vegyünk ilyen eseményeken, ugyanis itt média iránt érdeklődő, médiát kedvelő fiatalok jelennek meg, akiknek, hogyha felhívjuk a figyelmét, az érdeklődését, akár még kollégaként is köszönhetjük őket a jövőben. A médiában érdekes dolgozni, rengeteg érdekes emberrel találkozhatnak, olyan helyszínekre juthatnak el, ahova egyébként földi halandó nem juthat be. Szóval maga a tévézés egy szép, de nehéz szakma.
Az iparkamarának Kindl Gábor producer segített, hiszen ő már 12 éve szervez hasonló táborokat. 2010-ben kezdtük a médiatáborot, nyilván teljesen más volt a jellege, mint ma. Nagyon sokat változott sok minden, ugye akár technikailag, akár felfogásban, akár az internetes felületeknek a bővelkedő száma, hiszen azóta teljesen megváltozott minden. Lényege a dolognak az a mi felfogásunk szerint, hogy ismerjék meg ezt a világot is, hiszen annyi mindent ismernek az interneten, a telefon használatában is, hogy ugye ennek van egy olyan funkciója, hogy nagyon jó képeket, nagyon jó videókat lehet készíteni. Sokan gondolkodnak abban, hogy ők maguk készítenek tartalmakat az internetre, csak nem tudják, hogy kezdjenek hozzá. A tábor segít abban mindenkinek, hogy valamilyen szintet megismerjen belőle. Nyilván az, hogy mennyire gyakorolja be majd a későbbiekben, az majd kiderül, de például a nagy változások egyike, hogy ma már nem elég nekik elmondani dolgokat, hanem folyamatában kell megmutatni mindent. Tehát ez ugye zömében telefonnal készítünk videókat, és ugye ennek az a lényege, hogy minden pillanatát kivetítjük, hogy ők nagyban látják az egészet, hogy mit hova húzunk, hogyan csinálunk egy filmet az adott snittekből, vagy egyáltalán mi legyen az ötlet, amivel indulunk egy filmkészítés. A videó, bocsánatok, azt a szót használják, videókészítők. Mindig azt mondom nekik, hogy aki a médiába akar, vagy akár videós, vagy tartalom előállító szerette lenni, neki ismernie kell a világot, hogy legyen olyan ismeretanyaga a világról, és akár arról a környékről, ahol él, hiszen gyerekként itt él, ugye, hogy minél több mindent tudjon, több szervezetet, céget, embereket, akik tevékenykednek akár az interneten, vagy nem, de érdekes a szakmájuk. Ha nem is olyan érdekes, akkor mi érdekessé tesszük az, hogy megmutatjuk nekik. Az egyhetes tábort az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta, így minden gyerek térítésmentesen vehetett részt a programon. A Tolnamegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén először szervezte meg az ingyenes médiatáborát 10 és 14 év közötti diákoknak. Célunk a diákoknak a szakmákhoz való hozzáállásának a javítása. Minden délelőtt meglátogattunk bizonyos ágazatokat. Hétfőn voltunk a vendéglátás ágazatot megismerkedni, kedden a rendvédelem ágazatot, szerdán voltunk két helyen, ott meg a szépészet ágazatot mutattuk be, illetve a gépjármű technológiai ágazatot. Csütörtökön ismét két helyre mentek a diákok, ott bemutattuk a szolgáltató ágazatot, azon belül a kutya kozmetikus, csütörtökön még a kereskedő ágazatot mutattuk be, azon belül a bolti eladó szakmát. A mai napon zárjuk az egész tábort, befejezik a videók vágását, még a Gábor elmondja a gyerekeknek az utolsó kis apró csinyát, binnyát magát ennek a média, illetve a filmkészítésnek. Azt kell mondom, nagyon képbe vannak, tehát hogy sokkal jobban, mint akár már az én korosztályom. Azért is gondoltuk ezt a tábort így szervezni, hogy egy picit, mert ők már ebben annyira benne vannak, és talán, hogyha ezen keresztül megyünk egy szakmát bemutatni, ott már ő készít fényképet, videót, interjút, meghallgatja az adott szakmát, és utána délután visszajön, és ezzel foglalkozik, a képeket összevágja, montázsolja, hangot tesz mellé, akkor talán még közelebb érzi majd magához ezt a szakmát, úgyhogy azt gondoljuk, hogy nagyon értenek hozzá, és nagyon örülünk, és úgy látjuk, hogy be is válnak, mert utána már mondták, hogy hát akkor én lehet, hogy szakács leszek, akkor valaki mondta, hogy ő most úgy gondolja, hogy kozmetikus lesz, mert hogy látja, érzi, kipróbálja nyilván, de utána délután még pluszban foglalkozik vele. Szeretnénk, hogyha jó szakmát tudnának tanulni, mert később ebből el tudják magukat és a családjukat tartani. Sokan próbáltak megspórolni a türelmi rendelet alatt, ám ennek határideje június 30-án véget ért. Eddig kaptak ugyanis engedményt azok a tulajdonosok, akik gépjárművének műszakija a pandémia ideje alatt járt le. A szakember véleménye szerint ezek az autósok most rosszabbul járhatnak, mert több évnyi javítás költsége is a nyakukba szakadhat. Több autós is pórul járt, mert az elmúlt években egyáltalán nem törődött gépjárműve műszaki állapotával. Az elhanyagolt kocsik így sok esetben nem mennek át elsőre a műszaki vizsgán. A vizsgatumultus, amiről hogy itt a médiában is szó van, egyéb ilyen, talán én mondhatnám egy kicsit ilyen rémhíreknek is, mert igazából maga a vizsga
sor, a vizsga sorok egyéb helyen ugye megfelelő kapacitással működnek, én úgy gondolom. Ezek az elcsúszások, amik történt, hogy felhalmozottak ezek a járművek, hát itt azért nem a rendszerre kellett ráfogni, hanem maga az ügyfelekre, akik ugye kihasználták ezt az X évet, X időt ugye a Covid helyzetben, hogy ugye csökkentsék a költségeiket esetlegesen. Most is a tumultus nem az a tumultus, hanem igazából nagyon sok a nem megfelelő jármű, ami nem felel meg ugye műszaki vizsgán, és ezek ugye egy újbóli időpontot kell, hogy kérjenek, ami persze hát megint akár hetekbe is kerülhet, mire ugye ő sorra kerül esetlegesen. Hát itt azért ugye az ügyfeleket kérnénk mindenképpen, hogy akik, vagy nem is akik, hanem akár mindenki műszaki vizsga előtt, egy vizsga előzetest, bármilyen szervizbe, bárhol nézessék át az autójukat, és ne itt a vizsgán derüljön ki az, hogy ugye nem megfelelő, akár egy gömbfej miatt, vagy akár teljesen mindegy, egy rossz fékállapot miatt. Ezt jobb lenne, hogyha ők is eldöntenék, és előtte megvizsgáltatnák a járműveiket. Az éves ellenőrzések és szervizek kihagyása is meglátszik a vizsga eredményeknél. Nem csak a műszaki vizsga kötelezettség volt itt elmulasztva a gépjármű tulajdonosok részéről, hanem maga a műszaki felülvizsgálat vagy éves szervizeket is elhanyagolták nagyon sokan. Így természetesen feltorlódtak azok a problémák, amik ugye esetleg egy fékkopásból, gömbfejek, gumiharang kiszakadások és egyéb olyan hibák, ami ugye vagy futóműre vezethető vissza, vagy biztonsági berendezésekre, ami természetesen ugye hát sajnos a gépjármű tulajdonosok húzták, halasztották addig az időt, ameddig ugye a törvény ugye ezt megengedte. Magyarországon átlagban minden ötödik elhalasztott műszakival rendelkező autó megbukik az első vizsga alkalmával. Nálunk ugye, mivel hogy átvizsgálással végezzük a műszaki vizsgáztatásokat, előzetes átvizsgálással, így a gépjármű nem megbukott minősítést kap ugye a vizsgálat során, hanem csak egy egyszerű átvizsgálási díjat kell neki fizetni, ami a mi szervizünkben jelenleg 8000 forint. Sajnos, hogyha nem nálunk javítatják meg az ügyfelek, hát ugye vannak saját szerelőik, saját aparátjuk, vagy bármi, akkor ha ott javítatják meg az átvizsgálást, azt újból fizetni kell, mert ugye a járművet újból át kell vizsgáljuk ugyanúgy. De ha mi javítjuk, ugye ez az átvizsgálás nem kell, hogy még egyszer kifizessék, hanem ugye csak egyszeri fizetés van. Az esetleges emelkedések miatt célszerű újra áttanulmányozni a szolgáltatások árait. Különböző kategóriák vannak ugye a járművekben is, akár ugye a négy kerékhajtásosokról beszélünk, de beszélhetünk ugye kis furgonokról, kis teherekről, de beszélhetünk a lakókocsiktól kezdve ugye nagyon sok mindenre. Ez ugye a vizsgáló állomásokon az ügyfélváróban ki kell legyenek plakátozva, hogy mindenki láthassa, hogy ő melyik kategóriába tartozik, de ha ő ezt nem tudja átlátni, akkor ugye az ügyfélszolgálaton segítséget is tudnak kérni. Mindenképpen, aki nem bízik a járművébe, vagy pedig ugye már a 10-15 év körül jár, vagy akár több százezer kilométer van a járműve, azok mindenképp vizsgáltassák meg. Mielőtt ugye a vizsgaidőpontokat kérik, ne érintsék őket rosszul, hogy mégsem sikerült a műszaki vizsgáljuk. Egy közlekedő járműről beszélünk, ahol az úton több jármű közlekedik, és ugye a nem megfelelő műszaki követelménnyel való közlekedés az ugye akár halálesethez is vezethet. A vizsgaállomások továbbra is megfelelő kapacitással üzemelnek, kisebb torlódás egyedül csak újra vizsgázandó autók esetén alakulhat ki. A Tolna megyei szakképzési centrum azoknak is lehetőséget biztosít a szakmaszerzésre, akik most érettségiznek, de a vizsgák után nem vagy nem egyből felsőoktatásban folytatnák tanulmányaikat. Illetve azokat is várja a centrum, akik érettségivel rendelkeznek, van már végzettségük, de egy másikat is szeretnének elsajátítani. Július 21-e egy fontos dátum azok számára, akik egy felsőoktatási intézménybe adták be a jelentkezési lapjukat. A Tolna megyei szakképzési centrum azon fiatalok számára is kínál lehetőséget, akik a középiskolai tanulmányaik befejezése után nem mennek egyből egyetemre, főiskolára. A megye
6 városában, 8 iskolában kínálunk lehetőséget a továbbtanulásra. Egyrésztről szakképzőiskola, iskolai, másrésztről technikumi képzések tekintetében. Azt gondolom fontos elmondani, hogy ezek a képzések díjmentesek, hiszen az új megújult szakképzési rendszerben 2 szakma és 1 szakképesítés megszerzése minden állampolgár számára ingyenes. A másik, ami fontos lehet, hogy a képzés során az első időszakban az ágazati alapvizsgáig ösztöndíjat kapnak a tanulók, majd ezt követően, hogyha duális partnernél folytatják a tanulmányaikat, akkor szakképzési munkaszerződést tudnak kötni, és ennek révén szakképzési munkabért kapnak. Ennek az összege a mai számok szerint 100 ezer forint. Ha sikeres vizsgát tesznek, már pedig sikeres vizsgát tesznek a tanulóink, akkor kezdő pályakezdési támogatásként 300 ezer forint összeg illeti a markukat, ami a tanulmányok alapján, illetve a vizsgáeredmények alapján lett kiszámítva. A technikumi és szakképzőiskolai képzés előnye, hogy a jelentkező fiatalok 2 év alatt piacképes szakmát szerezhetnek, amellyel később megtalálhatják boldogulásukat, egzisztenciát teremthetnek. Ha pedig később felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni, az adott szakiránynak megfelelő képesítés birtokában jobb eséllyel indulhatnak a felvételin, hiszen szakmai vizsgájuk emelt szintű érettségének felel meg, többletpontot ér. A legnépszerűbb szakmák közé tartoznak a szépészeti szakmák, de mondhatnám a fiús szakmák közül a gépész szakmákat, vagy a villamos szakmákat egyaránt. Azt gondolom érdemes a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláit választani. A képzési palettánkat megtalálják a tmsc.hu oldalon, ha pedig magukról, az alapszakmákról akarnak tájékozódni, akkor a tájékoztató füzet az alapszakmákról című kiadványt ajánlom a figyelmükbe, ami a honlapunkon, illetve az IKK honlapján is elérhető. Ha mindez megvan, csak fel kell venni a kapcsolatot a választott szakképző intézménnyel, ahol tájékoztatást adnak arról, hogyan zajlik a jelentkezés és a felvétel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!